Sziasztok! Egy rövid videóval innen bejelentkezek. Itt vagyok Szegeden a Vágány átszelésnál. A 3F villamos vonal és a 135-ös vasútvonal csatlakozásánál, ahol egy megszakítás nélküli vágány átszelés van. Ez nem annyira gyakori. Kábbis ugye Budapesten egyik se ilyen, ahol vágány átszelés van az 50-es villamosnál, meg régen a Burmánál, meg most, ami a Kőbányi Hízolónál van, egyik se ilyen, de tudom, hogy a villamos az alárendelt, és de látszik, a nagyvasút és innél ugye nincs megszakítás, tehát itt pályasebessége, amit 80 km per óra, annyival tudnak a vonatok átmenni. Hát most ugye vágányzár van, tehát most itt nem jár vonat egy néhány éve. A villamos viszont átdöccent rajta, mert itt egy ilyen 15-es sebességkorlátozás van, úgy tudom. Bizony itt egyszerűen átdöccent rajta a kerék. Tehát itt ezen ilyen lépésben lehet csak áthaladni, de hát pont ez a lényege a megszakítás nélkülnek, hogy az alárendelt az rájárasítani, és akkor az elsődleges, ami a nagyvasúti vágányon viszont nem kell lassítani. Tehát ez nagyon jó az átszelése egy olyan helyeken, mint például a Kőbánya Hízalónál tökéletes lenne egy ilyen a villamosnak. De hát oda sajnos nem ilyet építettek, de egyébként arra van Szeged személypályaudban, a másik irányban pedig Szeged Rókus. És egyébként itt látjátok, hogy ugye biztosítva van az átjáró, sima fénysorompóval, meg sorompóval. Ugye villamosnak csak fénysorompója van, sorompója nincsen. Ugye a másik oldal is látszik, hogy a villamosnak is van külön ugye fénysorompója, viszont nem egyszerűen csak ennyi a biztosítás, hogy a villamosnak a kísérbe kell tartani a kreszt, és nem és piros jelzés nem lemenni, hanem be van kötve a vasúti díszben a villamoshoz is. És már úgy tudom, hogy már 5 perccel azelőtt, hogy a vonat idején, amikor még a közút felé nem is a tilos jelzés, már akkor letiltja a villamos közlekedés, tehát a villamos nem kaphat szabad jelzést, már akkor se. Tehát így gyakorlatilag kizárt, hogy a villamos és vasúti jármű ütközzön. És akkor én meg fogok várni most egy 3F villamost itt, és azt még lefilmezem nektek, és akkor hát ez egy csak egy ilyen kis érdekesség, hogy ilyen az országban nem sok helyen van ilyen megszakítás nélküli vágány átszelés. Talán még a Kiskördösnél, meg a Kalocsai vonalnál, meg a 150-esnél a régi kecskeméti kisvasútnak volt ilyen, de arra nem mennék megesküdni, hogy az is megszakítás nélküli volt. De majd a legközelebb a helyszínen járok, meg fogom nézni. Hát sajnos ugye ott járművet már nem tudok filmezni.